szinte tyúklépésben a lakott területen belüli 50 km/h sebességhatárt betartva közlekedik az autósor Nyíregyházán a Tokaji úton. Pedig itt a rendőrök most nem a gyorshajtást figyelik. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának Focus on the Road elnevezésű fokozott ellenőrzéséhez csatlakozott a magyar hatóság. Kézben tartott mobiltelefonok használatát ellenőrzik, biztonsági övnek a használatát, illetve annak az elmulasztásának használatát, és egyéb olyan figyelemelvonó tevékenységet, mint például azt is, hogy evés-ivás vezetés közben, vagy újságolvasás, vagy akár egy teherautóknál elő szokott fordulni, hogy menetlevelet akkor szokták kitölteni adott helyzetben, de egyéb olyan tevékenység, ami nem szokványos az embereknek, azt gondolják, hogy attól, hogy nincsen kihangosító a gépjárművekben, és mobiltelefont összerakják egy headsettel. Itt az úgynevezett fülesek is, hogyha mindkét fülben van, az egy nem szerencsés dolog. Gyakorlatilag itt a külső zajforrásokat, egyéb olyan dolgokat, amire szükség lehet a közlekedésben részvevés során, például megkülönböztető jelzések közlekedő, akármilyen mentőgépjármű, vagy tűzoltógépjármű, vagy akár a rendőrségi gépjárművek is, akkor nem tudják megfelelően nyomon követni, lereagálni ezeket az eseményeket. Pár perccel a kihelyezett ellenőrzés megkezdése után már ki is intettek 3 autót a rendőrök. Az első és második sofőrnél nem találtak szabálytalanságot, a harmadiknál viszont hosszabban elidőztek a hatóság emberei. Az autó vezetője ugyanis mobiltelefont tartott a kezében. Ez 13 000 forint helyszíni bírságot és 3 büntetőpontot jelentett. Ezzel pedig elérte a 18 közlekedési előéleti pontot, vagyis 6 hónapra elveszíti a sofőr a vezetői engedélyét. Még az adatokat vették fel a rendőrök, amikor már a következő autót kellett kiinteni a forgalomból. A sofőr itt is kézben tartotta a mobilt. Sajnos továbbra sem csökken ezeknek a szabályszegéseknek a száma, továbbra is a biztonságövé elmulasztása az jelentős itt a vármegye a területen is, illetve országosan is. A menet közben mobiltelefon használata az már egy picit háttérbe szorul adott helyzetben, nem minden esetben, ez ilyen változó, ilyen hullámzó. Vármegyénk területén 8 rendőrkapitányság működik, mindegyik a saját illetékességi területén önállóan hajtja végre az ellenőrzéseket, naponta legalább 2 álló és 1 mozgó helyszínen, ahol a dinamikus szabálysértőket figyelik. Sőt, az autópályákon úgynevezett teljes kitereléses akció is lesz a napokban. A fokozott közúti ellenőrzés Magyarország így Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közútjain is október 15-ig tart.